Sziasztok! A mai videóban a leggyakrabb Lightroom hibákról szeretnék nektek beszélni, amit nagyon sokszor látok Instagramon, amatőr fotósoknál, de sőt még profi fotósoknál is, úgyhogy kezdjünk neki! Az egyik leggyakoribb hiba, amiről már beszéltem az előző Lightroom-os videómba, amit kirakok ide, úgyhogy azt meg tudjátok nézni, az a keywordezés. Nagyon sokan nem használják a keywordeket a képeknél, és azért nem tudják utókövetni a képeket, amiket már beimportáltak a Lightroom-ba, úgyhogy ezt érdemes megtenni. A radial filternek ugye az a lényege, hogy itt kiválasztjuk mondjuk a szemét, aki én vagyok. Itt most megváltoztatom, hogy ugye a belső körbe világosítson, és például egy ilyen 40% az most nem olyan sok, nem vészes, de nagyon sokszor szoktam látni azt, hogy túlnyomják ezt, és lesz belőle mondjuk egy ilyen kép. Ez azért nem jó, mert nem csak mi lettünk világosabbak, hanem úgy körülöttünk az egész terület, a beton, itt hátul látjátok a fal is, és ez nem néz ki nagyon jól. Én nagyon sokszor meg szoktam nézni, hogy kicsiben itt hogy néz ki oldalt a kép, mert itt sokkal erősebben kijönnek az ilyen hibák, amiket itt egyébként nagyban annyira nem látunk. Úgyhogy figyeljetek arra, hogy vagy ne toljátok nagyon túl, vagy pedig használjátok itt mellette az Adjustment Brush-t, ami sokkal precízebben működik. Sokan tudják, hogy hogy működik az Adjustment Brush, ami itt található. Ugye például ezzel is lehet világosítani a testünket, mert itt látjátok, hogy elég sötétben van. Sokszor látom, hogy pont azt csinálják, amit én most itt, mint láthatjátok, hogy csak így nagyjából átmegyek, és kivilágosítom a részeket. És ez azért nem jó, mert hogyha kész vagyunk vele, akkor itt láthatjátok, hogy nem csak a lábunk, de körülötte lévő rész is teljesen kivilágosodott. Láthatjátok, hogy ilyen volt előtte és ilyen utána a kép. Ugye itt azt a hibát követtük el, hogy a széleknél nem figyeltünk eléggé, és kivilágosítottok mögötte a házat is. Úgyhogy erre figyelni kell, bele kell zoomolni, és igenis végig kell menni ezen, és letisztogatni ezt a részt. Szintén sokszor látom oktató videókban, YouTube-on, vagy prezetekben is, és sima képeken is, hogy mindenki feltolja az élességet az egekbe, viszont senki sem maszkol. A maszkolás azért fontos, mert ezáltal nem roncsoljuk az egész képet, és nem élesítjük fölöslegesen az egész képet, hanem csak azt, amire nekünk szükségünk van. Ugye itt én vagyok a képen, itt nekünk csak az a lényeg, hogy én legyek az éles, ne legyen éles itt a beton vagy a háttér, teljesen fölösleges, és az Alt-gomb lenyomásával a maszkot tudjuk így állítani, és mint látjátok, hogy csak az lesz éles, amit itt fehéren mutat, még ugye itt az egész kép éles, és látjátok, hogy megyek egyre jobban fel a csúszkán, és csökken az a terület, amit ő élesnek fog mutatni majd a képen, és így egy sokkal finomabb utómunkát kapunk. Az utóbbi időkben nagyon nagy trend lett a prezetek használata, ami egyébként egy tök jó dolog, viszont tudni kell ezt használni, és rengetegen nem tudják, csak megvásárolják, vagy letöltik a prezeteket, és az összes képükre ugyanazt a prezetet rakják rá, és egyszer jól működik, egyszer nem. Ezt meg kell tanulni, hogy minden prezetet utómunkázni kell szintén, és utó kell állítgatni a dolgokat, mert nem fog mindig jól működni. Egyébként a prezetekről tervezek majd egy hosszabb videót, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor írjátok meg kommentbe, hogy mire vagytok kíváncsiak, és arra válaszolni fogok. Amikor én is kezdtem ezt az egész fotózást, akkor nagyon sok prezetet használtam, amit mások készítettek, de rájöttem idővel, hogy rengeteg hibát tartalmaz, és hogy miért rosszak ezek a prezetek. Van itt például ez a prezet, amit láttam, nem is tudom, valakinél a YouTube-on, és ennél a képnél, mint látjátok, nagyon-nagyon jól működik, de tényleg tök jó lesz a kép, nagyon szép hangulatot ad neki, viszont hogyha ezen a képen alkalmazom,
akkor látjátok, hogy teljesen rossz lesz. Hogy miért van ez, ahhoz érteni kell pontosan, hogy hogy működik a Lightroom és miből tevődik össze. Mint láthatjátok, itt az összes szín deszaturálva van 100%-ba, és ezért jönnek elő ilyen hibák. Egyébként ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a presetünk az teljes mértékben kuka. Nekem ebbe a presetbe például tökre tetszik, hogy ezek a feketék meg a fehérek elég erősen jönnek, és nagyon kicsi, apró dolgokkal vissza lehet hozni az életbe ezt a képet. Ugye a zöld és a sárga is teljesen el volt tüntetve, és látjátok, hogy tényleg csak ennyit húztam rajta vissza, és már is értékelhető lett a kép. Igaz, hogy a sárgánk az narancssárgába váltott át, és ezen azért lehet egy kicsit finomítani, például így. Tehát ez az, amit a presetből csináltunk, és ilyen, ahonnan indult a preset. És csak 2-3 csúszkát vittünk arrébb, és már is használható lesz a presetünk. Nem kell feltétlenül a Photoshopot használni, hogy a bőrtónusokat kicsit szebbé tegyük, ezt a Lightroomban is meg lehet tenni, nagyon sokan ezt például nem tudják. Szintén itt ki lehet választani az Adjustment Brush-t jobb oldalon, és elkezdem itt az arcát színezni. Itt jobb oldalt nem csak azt lehet állítani, hogy világos legyen például az arcunk, hanem mint látjátok, van egy olyan funkció is, hogy egy kicsit puhítsunk a bőrtónuson, és láthatjátok is, hogy már is az arcunk sokkal puhább lett, hogyha itt ráközelítünk. De nagyon sokan el szokták követni ezt a hibát, hogy rámennek, mint az őrült, és tolják fölfele, plusz még a szemen is csinálnak egy Dodge and Burn, ami elsőre jónak tűnhet, de hogyha megnézzük, akkor ez már nagyon-nagyon távol áll egy normális szerkesztéstől. Még ha elsőre jónak is tűnik, hogy a bőrhibák mennyire finomak lettek, sőt szinte el is tűnnek, egyszerűen nem jó túlnyomni az egészet. Ha megnézitek távolról, akkor egy teljesen plasztik arcot kaptok, ami nem jó. Úgyhogy inkább menjetek el 5 percre, nagyon sokszor segít az, hogy egy kicsit pihentek, és friss szemmel néztek rá a képre, és már is máshogy látjátok. Hogyha finoman tanuljátok meg használni, akkor nagyon sokat dob a képen, és ilyen az előtte, ilyen az utána, és így már sokkal szebb lesz az egész. Ha szerkesztjük a képünket, akkor mindig nagyítsunk bele a képbe, és nézzük meg úgy is. Láthatjátok, hogy itt valamiért nagyon szemcsés a kép. Ennek az oka, hogy ugye itt a kék, az el van vonva egy kicsit a képből, hogy egy kicsit ilyen deszaturált képet kapjunk. Viszont a luminance az fel van tolva az egekbe, és hogyha visszahúzom ezt a csúszkát, akkor már is látjátok, hogy nincsen annyira szétroncsolva a kép. Ugye a luminance azt eredményezi a képen, hogy az adott színünk sötétebb vagy világosabb tónusú legyen. Itt láthatjátok, hogy a képnek a bal oldalán mennyivel lett sötétebb és mennyivel lett világosabb. És még hogyha itt tök jól néz ki, hogy ennyire világos ugye a hátterünk, és kapunk egy szép, sokkal kontrasztosabb hangfalat, de itt a háttér az eléggé meg van menve, úgyhogy muszáj visszahúzzuk addig a pontig, ahol már nem roncsolódik, és ez kb. Ez a pont itt a 29-30%-nál, és már is sokkal jobb lesz a képünk. A luminance és az egész színpaletta használatáról majd fogok egy külön videót csinálni, mert nekem ezek a legerősebbek, és én ezekkel játszok a legtöbbet az egyes prezeteimnek a elkészítésekor és a képeknek a szerkesztésekor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú topik is lehetne, úgyhogy ebben most annyira nem akarok belemenni. Remélem tudtam nektek új dolgokat mutatni, és most már nem fogjátok elkövetni ezeket a hibákat, és sokkal jobb lesz a képetek. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és írjátok meg, hogyha nektek is volt olyan hiba, amit régen elkövettetek, de fejlődtetek, és most már nem követitek el. Ennyi mára, nagyon messze van a kamera, úgyhogy nem tudom a kalapomat odarakni. Sziasztok!